Tényleg a Bakás Tiborról nevezték el a Bakás teret? És tényleg a Gátról nevezték el a Gát utcát? Mester Ákosról a Mester utcát? És a Vágó Istvánról a Vágó hidat? Ugye? Ez nem jutott eszedbe. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Vasárnap délután ismét jelentkezik az Annó Budapest. Mint hallották, ferencvárosi helyszíneket emlegettünk most itt az imént az operatőrrel, Huannal, hiszen az Annó Budapest következő adása Ferencvárosról szól. És nem véletlenül mondtam a Gát utcát, hiszen ott található József Attila szülőháza, és a Vágóhíd is ott van, meg ott van természetesen a Akács tér, ott van a csarnok, és ott van az Dzsumbúj helye. Meg a Rádai utca! A Rádai utca. Igen, igen. És ott van a Rádai utca, ott van a Stúdióká, ott van a Trafó, ott van az Iparművészeti, ott van a város egyik legjobb helye egyébként a Ferencváros. Kérdés az, hogy drukkolt valaki más csapatnak Ferencváros lévén, mint a Fradi. Ez is ki fog derülni vasárnap délután. Gyere be! Tessék parancsolni! Ja, tessék porszívózni, nyugodtan jöjjön be! Persze, persze, nem zavar. Szóval vasárnap délután az Annó Budapestben Ferencváros és ferencvárosi történetek és ferencvárosi írók és ferencvárosi dalok és ferencvárosi hallgatók hívjanak és meséljenek. Hajrá, Fadi!